Az agresszornak mindig remek propagandája van, és meg tudja adni az okát annak, hogy miért kellett agresszorként viselkednie. Hát 56-ban is végül, ha az oroszokat hallgattuk, kiderült, hogy mi tehetünk arról, hogy ők kénytelenek szétlőni Budapestet és itt állomásozni Magyarországon. Ha most hallgatjuk őket, kiderül, hogy nekik azért kell Grúziában állomásoztatni katonai csapatokat, meg szétlőni grúz városokat, mert a grúzok erre kényszerítik őket. Hát az agresszor mindig ilyen. Ez az imperializmus. A Fidesz elnöke azt is mondta, hogy a közép-európai és balti országoknak össze kellene fogni, hogy ellensúlyozzák az orosz érdekeket, és segíteni kellene például Grúziát és Ukrajnát. Meggyőződésem, hogy a NATO csúcson legutóbb rossz döntés született. Ukrajnát is és Grúziát is fel kellett volna venni a NATO tagjainak a sorába. Ezt a döntést előbb-utóbb meg kell hozni, és minél hamarabb hozzuk meg, annál inkább megakadályozzuk, hogy olyasmi történjen világban, mint most történt. Az agresszornak mindig remek propaganda.